Milyen diák volt, visszaemlékszik rá, mert felnőtt képzőművésznek nem egy hagyományos, hogy fogom az ecsetet, lefestek egy csészét és eladom. Hát így, ahogy tényleg most újból gondolom, tehát már általános iskolában folyamatosan, hogy mondom, tágítottam azokat a lehetőségeket, amik adva voltak. Tehát amíg az 50x70-es volt ugye az elfogadott méret, akkor én már vászonra festettem hatodikos koromban. Nyilván, hogy azokkal a fogyatékosságokkal, amik akkor megvoltak, hisz nem volt, ahonnan tudjam a technikai dolgokat, de folyamatosan kísérleteztem, tehát faragtam fát, metszettem, fametszett, szóval valamiért, én nem tudom miért, lehet, hogy ez az első sunga, ami elkapott, én azt hittem, hogy nekem ezt kell csinálni, és mással, tehát nagyon egyszerű volt az én dolgom. Nem voltak olyan időszakaim, amikor úgy kétséges volt, hogy mi lesz velem a jövőmet illetően. Szóval én ezt halál komolyan 10 évesen már úgy gondoltam, hogy nekem én ezt fogom csinálni, és hát mostanig úgy néz ki, hogy így is alakult, hogy egész életemben ezzel foglalkoztam. És aztán a 10 éves Erős Pistát, ez a lendület, ez a zsung, ez azért egész Pestig repítette a Képzőművészeti Egyetemig. Igen, általános iskola után ugye középiskola, egyetlen magyar nyelvű művészeti középiskola az Marosvásárhelyen volt, tehát értelemszerűen oda mentem, ami azért szintén meghatározó volt. Azért is, mert ugye ennek az iskolának volt egy nagy tradíciója, tehát tényleg egy iskolateremtés történt ott, tehát a Nagybánya után a Bordi András nevű képzőművész, ők alapítottak egy nagy nevű iskolát, és tulajdonképpen az Erdély Képzőművészet magyar művészei 95%-ban ott kapták az előképzést. Tehát ez így volt ugye a előttem lévő generációknak is, hogy Csíkszereda, a Marosvásárhely, Kolozsvár. És hát nagyon fontos állomása volt ez a középiskola, annál is inkább, mert ugye ez a 80-as évekre, legelejére, 70-es évek vége, 80-as évekre esett, és már ott csirájában megvolt egyfajta avantgardabb gondolkodásmód, ami üdítőleg hatott. Csíkszereda inkább a tradicionálisabb, a nagybányai vonal a vonalat képviselte, és Vásárhelyen egy új generációt már szóval ott már performance-ről beszéltek a 70-es évek végén, 80-as évek, ami ugye egy ilyen fiatal embernek azért pesdítőleg tudhatni. És akkor ott végezte. Nagyon jó osztálytársaim voltak, amúgy jeles képzőművészek, és együtt laktunk albérletbe, együtt követtünk el minden olyan dolgot, ami ebbre a korra jellemző. Tehát, hogy ez egy nagyon mókás periódus volt, rengeteget tanultunk, rengeteget dolgoztunk. Tehát azért a munka, tehát a munka mennyisége és minősége volt az, ami az embernek a státuszát megszabta. Tehát órán kívül éjszakákon át rajzoltunk, és szóval egyfajta olyan jó hangulat volt, ami ez a mentalitás aztán a későbbiekben is nagyon sokat segített. Amint említettem, Csíkszereda, Marosvásárhely, Kolozsvár lett volna a forgatókönyv, de hát 80-as évek közepére, amikor oda kerülhettem volna, hogy Kolozsvárra felvételiztem, hát az már nem ment könnyen, szóval most abban nem menjünk bele, hogy milyen okok miatt, de hát nem nyertem felvételt, 5-ször felvételiztem. Ami én úgy gondolom, hogy akkor tanultam meg a szakmának az alapjait, ekkor edződtem meg, hisz azért 5-ször felkészülni felvételire, és hónapokon át rajzolni napi 8-10 órát, az azért egy olyan tudást és egy olyan tartást adott, hogy amikor ugye itt Budapestre bekerültem a képzőművészetire, akkor én ezt egy ilyen
szóval laza kis helynek éreztem, ahol az a munkaritmus nincs meg, szóval szinte hiányérzetem volt. És aztán ez vitt tovább. Tehát, hogy egyrészt már a szakma alapjait azért idősebb fejjel kerültem be, 25 éves voltam talán. Tehát azért már volt egy olyan alapom, amit át tudtam lépni, és azok már elsőben már a technikai problémákra tudtam koncentrálni. Aztán a szakmai kísérletezés, kalandvágy, vagy egy újabb terület ismerése vitte a Bécsi Akadémiára, hiszen egyből nem fejezte be a budapestit? Hát két év volt ugye itt a képzőn, ami ripsz-rapsz eltelt, és akkor hát valószínű, hogy ez a, nem minden, hogy kalandvágy, hanem inkább a ez az állandó megmérettetés, ez annyira rögzült bennem, hogy szinte hiányérzetek volt, hogy nem kell újból mérettetni, és így gondoltam, de hát egyrészt ugye szerettem volna a világból többet megismerni, hisz 80-as években azért nem volt lehetőségünk határon túlra utazni, és ezért egyfajta felfedezési vágy vitt oda, és hát ugye meg az is, hogy ők hogy gondolkodnak a képzőművészetről vagy a szakmáról, ez is egy fontos dolog volt számomra. De szerintem a legfőbb, valószínűleg, ezt csak sejteni tudom, az újabb megmérettetés, hogy meg tudom lépni azt, vagy nem tudom. Tehát ugyanúgy rendesen felvételiztem, mint minden diák, és hát ez egyfajta elégtétel volt annyi kudarc után. Az 5 éves ő. Nem akartam, hogy egy közben. Ja, jó. Csak egy, jó? Mondj el a kérdésbe. És aztán vissza Budapest, és Hága és Marseille. Miért pont ezek? Mit adtak pluszt hozzá? Hát be kell vallanom, Bécsbe azért a szakmai része az nagyon izgalmas volt, de a maga megélhetés, tehát ösztöndíj nélkül, szóval az nem volt egy olyan felhőtlen periódus ez az egy év. Hát a Hága az azért, mert volt egy ilyen pályázati lehetőség, és ott már ugye fedezve volt a megélhetés, az már egy kényelmesebb pozíció volt. Tehát oda volt a Királyi Akadémiára egy pályázati lehetőség, pályáztam, megkaptam, és akkor így kerültem oda. És hát az viszont tényleg az időszak, az kimondottan a munkával telt, hisz nem kellett pénzt keresni. És akkor tényleg az egy ilyen nagyon-nagyon hasznos és szakmai szempontból egy óriási előrelépés volt ez a hágai időszak. Rangos nemzetközi egyetemeket sorol, ahol végezte tanulmányait. Hogyan viselték az állandó kísérletező kedvét, az állandó újat keresést? Biztatták, mederbe tartották, vagy azt mondták, hogy ezt az embert hagyni kell, csak segíteni? Hát, amint említettem, amikor ide Pestre bekerültem, én már 25 éves voltam, és már ott a tanárom azt mondta, hogy ezeket az alapdókat ő úgy látja, hogy ezzel nem kell nekem bíbelődni, tehát magyarán teljesen szabadon hagyott. Hát Bécsben a Günther Dámis osztályába kerültem, aki egy viszonylag fiatal tanár volt, és szinte ilyen haveri viszonyban voltunk, és ő is mondta, hogy hát szabadon, amit gondolok, és inkább arra próbált rávezetni, hogy milyen társaságokba elvitt, bemutatott, tehát hogy érezzem otthonosabban magam. Másik nagyon jó, amint mondtam, Hágában az főleg rengeteg munkával telt, de ami nagyon hasznos volt, az a Marseille időszak, ahol egy nagyon nagyszerű emberrel találkoztam, egy Tony Grant nevű képzőművésszel, aki a mesterem volt, és hát ő, ugye az ő bölcsesség, ami sugárzott, tehát ő már egy idősebb mester volt, tehát viszont világhírű és ilyen teljesen fiatalos gondolkodású, és ő, szóval az a bölcsesség, ami sugárzott belőle, az nagyon magával ragadó volt, és hát ő is arra épp ez a fiatalossága arra kapacitált ezzel a fiatalosságával, hogy kísérletezzek, szóval, hogy,
hogy szinte folyamatosan biztatott. Ugyanakkor benne volt az a nyugodtság, élettapasztalat, amikor mondta, hogy szóval mi az a mérték, ami ameddig el lehet, és mi az, ami az már túlzás. Szóval, hogy ezt a mértéket mindig ő eltalálta, szóval tőle nagyon sokat tanultam. Azért ezt a kísérletező kedvet érzékelteti, hogy azért Pécset DLA diplomát hozott. Mégiscsak ez a fajta munka, ez a fajta állandó kísérletezés. És most pedig hát azért beszélgetésünk apropója, hogy megkapta a Munkácsi díjat, amelyhez gratulálunk. Mit jelent ez a díja pályáján, hová helyezi, mire ösztönzi? Hát nézze, a maga ez a szakma, ha lehet inkább, nem tudom, hogy most hogy nevezzem, tehát ez a terület, ez a folyamatos kétségek területe. Tehát az, aki teljesen meg van elégedve azzal, amit csinál, az sem jó. És aki folyamatos szkepszisben él, és állandóan, és az egyfajta bizonytalanságot sugároz, tehát ez a penge élen táncolás. Tehát a kísérletek és a egyfajta megnyugvás közötti penge élen táncolás, ez az egész képzőművészet, az állandó kísérletezés, ami maga a szóban is benne van, hogy az ember kísérletezik, lehet, hogy a kísérlet sikerül, lehet, hogy nem. Tehát ez a fajta gondolkodásmódnak néha jót tesz, hogyha a szakmától vagy bárkitől egyfajta visszajelzést kap. Tehát akkor ugye egyfajta lendületet kap újból, és azt mondja, hogy hát eddig, amilyen irányba mentem, azért az lehet, hogy nem zsákutca, és szerintem energiát ad, hogy tovább menjen az ember. Ön a Főiskola Vizuális Művészeti Tanszékét vezeti emellett, a munkája mellett, vagy ezzel együtt. Mennyire díjazzák a hallgatói ezt a kísérletező kedvét? Mennyire veszik át, mennyire tudja őket megpesdíteni, hogy az, amit ők csinálnak, az nem biztos, hogy ugyanaz, amit ön, de ugyanígy kell állandóan fejleszteni, kísérletezni? Hát azért az én diákjaim nem biztos, hogy érzékelik ezt az attitűdöt, legalábbis első évben biztos nem, hiszen én nagyon keményen megkövetelem azt a szakmai alapot, azt a rajzi és szakmai tudást, amire aztán lehet építeni. Hisz meggyőződésem, hogy egy magabiztos szakmai tudással aztán bármit lehet kezdeni, annak hiányával viszont nem sok mindent lehet kezdeni, tehát lehet, hogy furán hangzik, de én elsőben azért nagyon keményen megkövetelem a klasszikus szakmai tudást. És mindenki, tehát egyénre szabottan, amennyire haladnak előre ezen a szakmai téren, úgy vezetem rá egyénenként őket. Vérmérsékletnek, kulturális háttér, stb. Függvényében egy egyéni útra, és motiválom őket, hogy azokat a határokat mindig tágítsák, folyamatosan küszködnek, mindig egy picit tágítsák saját maguk részére azt a területet. És hogyha ennek az ízére ráéreznek, tehát hogyha megérzik a zamatát annak, hogy mi az, hogy mindig egy picit tágítani azt a területet, akkor ugye ez tulajdonképpen természetessé válik, és ez folyamatossá válik. És hát az előző csoportommal, akikkel 3 évet együtt voltunk, az ő néhány emberben sikerült életben tartani ezt a kísérletezést is. Most is nagyon büszke vagyok rájuk, hogy Budapesten nyílik egy kiállításuk, akkor hát az egy pici elismerés nekem is.